A mögöttem látható gizsgép három lényegesen nagyobb helikopter tűzoltó teljesítményét képes felülmúlni. Magyarország legnagyobb civil mentésszervezetének, az MMS-nek a légi szekcióját mi képviseljük. Hogyha kapunk egy riasztást, akkor rendkívül rövid idő alatt, úgy értem, hogy néhány óra alatt ott tudunk lenni az ország bármelyik részébe. A helikopteres módszerek, amik eddig ismertek voltak, ott ez a bambi bakettel kezdődött, ezt körülbelül 30 éve alkalmazzák. Ennek számtalan hátránya van, azon rendkívül nehéz manőverezni, és ebből adódóan teljesen pontatlan a dobás. Egy nyitott ejtörnyőként működik akkor, amikor jössz vissza a töltőhelyre, és mikor ezzel szembesültünk, és mi is elkezdtünk bambi bakettel dolgozni, akkor ez szinte sokkolt bennünket. És akkor elkezdtünk azon töprengeni, hogy a helikopterre milyen applikációt tudunk fölépíteni, ami radikálisan megváltoztatja a leginkább elterjedt tűzoltási módszert. A helikopterbe egy 1300 literes keményfalú tartályt építünk be. Ezen a tartályon van egy 700 mm átmérőjű kiömlő rész, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy amikor én ezt kioldom, akkor egy másodperc alatt az 1000-1100 literes oltóanyag, az kiesik a gépből, egyben marad, nagyon nagy a kinetikus energiája, és nagyon pontosan tudjuk célba juttatni. Ennek a tartálynak az újratöltése rendkívül egyszerű, ezen van egy 75 mm-es tűzoltó csatlakozó csonk, amit közvetlenül a tűzoltó autóról lehet feltölteni. Ennek a töltési ideje általában egy 10-15 másodperc maximum, és bármelyik tűzoltó fecskendőről feltölthető. Azt követően a helikopter rendkívül gyorsan, jól manőverezve, mert nem lóg alatta semmi, ki tud jutni a célterületre, és ott rendkívül pontosan tud dobni, mert nem kell a tűz fölé repülnie, hanem a tűztér mellé repül, gyakorlatilag egy érintő pozícióba dobja el a vizet. Éjszaka is lehet ezzel a módszerrel tüzet oltani. A 2012-es tűznél, a Bugaci tűznél éjszakai órákban körülbelül 50 felszállást csináltunk, gyakorlatilag éjszaka sikerült eloltani a tüzet. Ott ilyen 1200 hektáros természetvédelmi terület égett. A katonák voltak ott először, a honvédségnek a mi 8-asai. Ott megkezdték a tűzoltást, és esti órákban ők befejezték, mert a bambi bakettel éjszaka repülni az rendkívül kockázatos. Mi egy nap alatt 172 felszállást csináltunk, 24 órán belül, és nem dolgoztunk folyamatosan. Ez egy őrült nagy szám. A forduló körök között óriási különbség volt. A mi 8-as körülbelül 13-14 perc alatt csinált egy kört, mi nálunk ez körülbelül 2-3 perc alatt történik töltéssel együtt. A töltés során még egyéb más adalékanyag is bejutatható ebbe az ártartályba. Ez egy rendkívül fontos előny, ezzel hatékonyabbá tehető a légitűzoltás. Az oltás az pontszerűen is történhet, és akár vonaloltást is tudunk csinálni. És ebben az egészben az a legdurvább, hogy minden más módszerhez képest ez messze a legolcsóbb és a leghatékonyabb. Egy Mi-2-es, három Mi-8-as teljesítményével megegyező, költségei viszont összehasonlíthatatlanul kedvezőbbek. Ez a szolgáltatás nyilván nem csak Magyarországra szól. Több ilyen gép áll rendelkezésre. Ha nem oltóanyag van a tartályban, hanem feltöltjük kerozinnal, akkor gyakorlatilag a riasztást követően nagy távolságokra lehet eljutni, akár 8-10 órás folyamatos repülés válik így ezzel lehetővé.